sziasztok! Majd nagyon érdekes jelenségről szeretnék mesélni nektek, ami velem történt meg tegnap, és nagyon sokat elmélkedtem rajta, hogy ez hogy történhetett meg, mi történt. Nem egy kényes témáról van szó, meg semmi ilyesmiről, csak egy tök szemléletes példa arra, hogyan a, a gyerekkorban elültetett mechanizmusok, automatizmusok aktivizálódnak bizonyos helyzetekben. Hát elmondom a történetet nektek, Mm, kell-e valamit hozzá tudni, mm, nem igazán, de talán azt, na mindegy, majd azt közben beékelem. Szóval elmentem a gyermekemért az intézménybe, és ott van egy, mindig ott anyukákkal szoktam találkozni, néha apukákkal is, és mindig beszélgetünk, egy pár szót váltunk, van, akikkel már keresztneveinket is tudjuk, és már voltunk egymásnál is, és... És ilyen, tényleg egy ilyen, egy ilyen viszonylag jó viszony van ott minden szülővel, de azért nincsenek mély kapcsolataink. Van, akivel kicsit mélyebb, van, akivel kevésbé, de olyan nagyon mély tartós barátságom. Az még nem alakult ki anyukákkal, nem is biztos, hogy ki fog. Na mindegy, minden esetre minden anyukával, aki ott van, én tök szívesen töltök időt. Több szempontból is. Egyrészt nekem is tök jó az, hogy face-to-face -face beszélgetetek anyukákkal mondjuk, az ő tapasztalataikról, még akkor is, hogyha teljesen más mondjuk, mint az enyém. És nagyon jó érzéssel tölt el, hogy itt a faluban vannak sokan friss anyukák, tehát friss, egyenlő, kisgyermekes anyuka. És ez tök jó. Szóval, meg hát nyilván az embernek, most hát nekem személy szerint vannak szociális szükségleteim, örülök, hogyha váltatok pár szót más emberekkel, akikkel egy közegben élek. És van egy anyuka, aki nagyon-nagyon aranyos, most Karennek fogom nevezni, de egyébként nem így hívják, tök mindegy, nagyon jó fej, a férjemmel együtt az SMK tagja, és nagyon vagány, egy nagyon belavaló, egy nagyon talpra esett, jó pofa csaj, tényleg kedvelem. A gyereke is nagyon édes, egy évvel fiatalabb a gyereke, mint a, a miénk, és nagyon aranyos voltunk már náluk, és tényleg egy, egy melegszívű, kedves, előítéletektől mentes, de azért egy kicsit ilyen harsányabb típus, egy ilyen csaj. És és már gyakran mondta nekem azt, hogy amikor így összefutottunk, hogy menjek velük ide, vagy oda, vagy amoda, de mivel a mi gyerekünk már nem alszik nappal, ezért tök hamar elfárad, és korán visszük aludni, ezért mi így a délutáni időszakot vagy együtt szeretnénk tölteni ővele, mert ugye bölcsödében volt azelőtt, vagy, vagy együtt szeretnénk elmenni ide-oda, ahova mondjuk esetleg mi szeretnénk, de tudjuk, hogy hamar hazajutunk, mert hamar el tud fáradni. Szóval így most ez egy ilyen necces időszak ebből a szempontból, tehát így bölcsi utánra nem igazán szoktunk tervezni, hogyha megyünk valahova napközben, hétvégén, akkor is a nagy attrakciót, azt mindig így délelőtt, déli, vagy esetlegesen közvetlen ebéd utánra tervezzük, hogy azért, hogyha kettő, három, négy, öt, hat felé már teljesen elfáradna, akkor, akkor, akkor tudjuk a helyzetet orvosolni, és ezért ők például olyan három négykor kor még elmennek uszodába, mert ugye az ő gyerek egy évvel kisebb, tehát ő még alszik. És akkor elmennek például úszodába, akkor hívtak oda, hogy menjünk, menjünk úszodába. de mondtam, mindig visszautasítottam, hogy, hogy nagyon sajnálom, de hogy, hogy ezt, ezt, nem merem bevállalni, hogy elmenjek még négyre egy uszodába, amikor már négy-öt körül, hat körül már, már biztosan nagyon fáradt, és azt gondolom, hogy ezt a fáradtságát csak korábbra hozná az, hogyha ha még elmennénk uszodába, ha csak egy fél órát vagy egy órát is töltünk ott. Na mindegy, egyébként meg tök jó az ötlet, amúgy mennék vele, és hogyha ha, ha aludna bent, akkor és még, még szüksége lenne az alvásra, vagy egy évvel korábban jelentkezik ez, a, ez az ötlet, akkor a kommentem volna úgy velem, messze nem tök jó. Na mindegy, hát visszautasítottam. Aztán aztán más egyéb ilyen délutáni programokra is invitált minket, ő, ő az a fajta, Csajszi, aki így, így kevésbé veszi azt, amikor valaki így finoman céloz arra, hogy, hogy nem. Szóval ilyen rámenősebb típusú. Én amúgy szerintem tök érzékeny vagyok erre, erre, erre a dologra, tehát én nagyon jól érzem azt, hogyha valaki nem meri kristálytisztán megmondani, hogy neki elég volt, de én szerintem erre tök jól tudok reagálni, tehát én a, ilyen nagyon finom kis célzásokat is szerintem Isten ilyen jól le tudok tapogatni. Na, ő nem ez a típus. Neki kerek perc, úgy kell mondani, hogy sorry, nem. Így kell mondani, és nem úgy, hogy, hogy ilyen finomkodva, hogy hát lenne amúgy kedvem, meg izé, mert akkor abban mindig lehet egy kicsi igent. És, és akkor a lényeg az az, hogy, hogy tegnap hívott minket, hogy menjünk el vele a, Menjünk el vele Luxemburgba, és ott kirándulgatunk, sétálgatunk, ez gyalog távra van tőlünk, ez a terület, ahova invitált bennünket, és hát mondom végül is, miért ne, oké. Okay. De amúgy nem voltam felöltözve egyáltalán, már nem, nem úgy értem, hogy pucér voltam, hanem úgy, hogy nem voltam ilyen téliesen felöltözve, itt tegnap még iszonyat hideg volt, tehát megközelítőleg olyan hát nem tudom, talán így egy fok volt, még a hó is esett, tikkelt is tőle a szemem keményem. Na mindegy, szóval nem voltam annyira fölöltözve, csak egy a föl fölcibáltam egy pulóvert, és arra fölvettem egy itt mondván, hogy elmegyek a gyermekért, és egyből jövünk haza, nem megyünk most éppen sehova. Ez volt az én elképzelésem. És akkor hát, addig-addig mondogatta Karen, hogy menjünk, 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 hogy meg az én gyermekem is már ott volt, és neki is volt kedve, hát mondom, menjünk, oké. Okay. Majd izé, kitörésekben fogok menni, egy kicsit átmelegedjek. Na, akkor elindultunk, sétálgattunk, sétálgattunk, de már ez, ez az első pont, hogy, hogy, hogy valami olyat teszek, amire igazából nem vágyok, nem vagyok rá felkészülve. Kockáztatom a, a, a megfázásomat, az egészségemet, de végig is belementem ebbe a körbe és elindultunk. Amúgy nyilván sétálni tök jó, tehát nem, nem ezzel van a probléma, hanem az, hogy nem voltam fölöltözve. Akkor utána azt mondja, hogy menjünk be egy pékségbe, és ö, vegyünk valami, valami sütikét, vagy croissant, vagy zömlét, vagy valamit vegyünk. Na, ez a másik dolog, amit én egyáltalán nem szoktam, szinte soha nem csinálunk ilyet. Ö, nem, szóval Egyszerűen nem szeretek bemenni valahova, és csak úgy venni édességet a, a, a gyereknek, meg magamnak sem, de azért én, én magamba szoktam. De hogy a gyereknek semmiképpen nem szeretek ilyet csinálni. Hogyha megyünk bárhova bevásárolni, pékséghez, akárhova, nálunk soha nincsen olyan, hogy jó, hogy jött egy kis finomság, akkor vegyük meg maximum tényleg egy üres croissant, vagy egy sonkásajtos croissant, az azért a vásárlások során néha előfordul, hogy kap, de hogy kifejezetten így édességet, azt semmiképpen nem szoktunk neki adni. És, és az, hogy így célzottan bemenjünk édességre, ez csak mondjuk fagyi evésnél fordulhat elő, hogy bemegyünk a fagyizóba, és akkor fagyizunk egyet. Ez, a, ez, ez, a, ez a max, de ez is nagyon ritka. Tehát én kifejezetten csak úgy a saját ötletből vezérelve soha nem megyek el valahova édességet venni magunknak, a gyerekemnek, meg pláne nem. És hát, tehát ez is már úgy, úgy, úgy az én elképzeléseimmel szembe menő dolog volt, de hát mondta, hogy menjünk, én meg mondtam, hát jó. Tehát itt a második pont ahol nem tudtam nemet mondani. Pedig tökre ellentétes az elveimmel, de hát úgy voltam vele, hogy hát figyelj, most nyilván nem lesz semmi baj bőle, ha eszünk egy sütit. Én nem úgy nemettem ő se az anyuka nem evett, a két gyerek evett, a mi gyerekünk egy sima croissant evett. Tök mindegy. Jó, eddig kettő, akkor utána sétáltunk tovább, utána szétfagytam, nem viccelek, már má annyira fáztam, hogy csontig fagytam, vacogtam, diderek, de már kék volt a fejem, a kezem, mindenem, szétfagytam, de még mindig nem mondtam azt, hogy hogy sorry, megfagyok, én most indulok haza, mert végem van. Nem. Ö, akkor utána mondja nekem, eszegeti a két kicsi a, a croissant, mondja nekem, hogy úgy, úgy, ugor, hogy hogy van-e víz nálam? Mondom, nincsen nálam víz, mert hát én csak úgy készültem, hogy a bölcsibe meg vissza, nem hoztam vizet. Jaj, hát, hogy szegény gyerekem, mondja ő az én gyerekemről, hogy szegény gyerekem, hát szomjas lesz a kravaszon után, ugorjunk be egy boltba, vegyünk egy, vezünk egy ásványvizet. Mondom, na, ez a, ez, ez a harmadik, ami így akkor és ott, meg amúgy sem, tehát én soha nem veszek palackozott ásványvizet, egész konkrétan, hát szerintem évek óta nem vettem, és nagyon-nagyon szembe megy minden elvemmel, és lecseréltük a mindig azt, korábban azt csináltuk, hogy vettünk mindig egy-egy palackot, vagy valaki, aki vendég volt nálunk, akkor itt hagyta, és akkor azt használtuk pár hétig, aztán bekerült a háztartásba még egy, akkor azt használtuk pár hétig, amik ilyen eldobható petpalackok vagy újrahasznosítható PET palackok, és most lecseréltük ezt, az, ezt a dolgot arra, hogy vettünk 3, 5 és 1 literes, 3, 5 decis és 1 literes üvegeket, és ennyi, és abban hozzuk, visszük a vizet, és nem iszunk másból, és csapvizet iszunk, és ennyi. És akkor Hát ez így tök ellenem megy, de mondta, hogy vegyünk, mondom, nem, nem fog kelleni, próbáltam megint ilyen finoman. Nem, nem fog kelleni, mert, mert hát euh, tudom, hogy, hogy, hogy innen pikpak otthon vagyunk, ha megszomjazna, hát nem, nem izé, meg, meg, meg nagyjából ismerem a gyermekemnek a ivási, evési szokásait, és, és tudom, hogy, hogy viszonylag azért rugalmasan tudja kezelni a dolgokat. Na, de azt mondja, de hát szegény gyerek, hát most eszi a croissant, nagyon száraz, hát biztos fog kelleni neki, hát ne csináljam már ezt. Jó, akkor bementünk egy boltba, vettünk egy kibaszott palackozott ásványvizet. Na mindegy, megvettük. Ő, ő is vettem ugye az ő gyerekének, mert az övé az csak, csak ezt vissza. Vettünk egy-egy ásványvizet. Jó, utána megkérdeztem a gyermekemet, ha már megvettem, hogy kérem, mondta, igen, kér, kapott, jó, és akkor, és ennyi. Akkor utána ö, sem azt mondtam, hogy szeretnék most már elindulni haza, mert már romosra fagyok, és a gyermekemnek kell izé haza, hazáig eltolnia, hanem, hanem úgy, úgy, úgy finoman célozgattam rá, hogy mi most már így lassan mennénk, és, és, és haza akarok menni, anyát akarom nem, nem, azt nem, de, de haza akarok menni. És akkor mondtam neki, és akkor még az én gyermekem jelzett, hogy hát neki lassan pipikélnie kéne. Á, mondom, akkor itt az idő, induljunk. Furcsa módon, amúgy, hogyha gyermekemről van szó, akkor sokkal jobban ki tudok állni. Ez nagyon érdekes, mint amúgy én magamért, vagy a saját elveim mellett. Na és akkor most el, elmondom nektek azt, hogy mire jutottam, mert egy csomót gondolkodtam ezen a helyzeten, hogy, hogy mi az, ami engem megakadályozott abban, hogy azt mondjam, hogy bocsi, nem vagyok úgy öltözve, ez most nem fér bele. Meg az, hogy bocsi, mi nem szoktunk így croissant venni, bocsi, nem. Meg bocsi, mi nem veszünk vizet, bocsi. Na, tehát, hogy, hogy mi az oka ennek? Ezen gondolkodtam, elmélkedtem, mert egyszerűen tényleg esküszöm, így szórakoztatónak gondoltam ezt, hogy ez hihetetlen. Mi történt én velem? Mi, mi, mit, mi történt az én agyammal, hogy én nem tudtam tök, tök súlytalan témákban nemet mondani. Hát ez egyszerűen hihetetlen. És arra jutottam, hogy ugye nem az nyelven működöm itt, tehát ez egy német anyuka volt, és az a helyzet, hogy németül bár beszélek, és, és hiába van egy középfokú és felsőfokú közötti tesztdáv nyelvvizsgám, amit nagyon-nagyon jó pontszámmal értem el, azért akárhogy is nézzük, Hiába élek itt már, hány éve? Hét? Hét és fél éve, valószínűleg nyolc. Annak ellenére én azért három és fél éve nem vagyok olyan mélyen német nyelvű közegben. Tehát, amíg a munkahelyemen dolgoztam, és minden nap a legcifrább dialektusokkal találkoztam, és mindenféle régi, idős emberektől származó nyelvezettel. Mm, Érintkeztem és hallottam mindenfélét, addig olyan, olyan, olyan jó volt a németem, hogy szuper. De amióta így el vagyok szeparálva tulajdonképpen a, a, a mély témáktól német nyelven, tehát maximum ilyen felszínes csevegésekbe bonyolódunk, azóta bizony, hát rohamos tempóban hanyatlik vissza a német tudásom. Ez pedig engem nagyon-nagyon durván bekorlátoz. Tehát gyakran fordul elő az, hogy beszélgetek mondjuk valakivel, és van egy-két szó, amit mondjuk nem értek a mondatban, vagy nem jól értem, és nincs meg az az aszociációs készségem, mint ami a magyar nyelvben van, hogy tudom, hogy ott abban a mondatban, ha nem is értettem akusztikailag azt a szót, akkor tudom, hogy, hogy ott mit mondott, hanem, hanem így, hát ugye felét nem értem, és akkor ilyen, mit csinál, kérdezzem meg, hogy mit mondod, de már mire megkérdezem, meg megfogalmazom a mondatot, addigra már ő már három gondolattal arrébb van, vagy csak úgy, e oké, okay. így ennyivel le tudjam a dolgot, és hát több mire, az a helyzet, hogy az utóbbit szoktam választani. Tehát egyfajta ilyen ö, regressziót élek át, amikor mondjuk még gyerek voltam, és nem tudtam magamat annyira kifejezni, nem értettem annyi mindent, nem láttam át annyi mindent, nem tudtam olyan komplexen a dolgokat értelmezni, és nagyjából Ugyanezt történik egy picit másképpen, persze, mert az idegen nyelv azért egy másik dolog, mint amikor az ember az a saját anyanyelvét nem tudja így maximálisan értelmezni gyerekként, de mégis nagyon hasonló, és gyanítom, hogy ez az élethelyzet, hogy egy német anyukával beszélgettek és mondjuk csak a mondandójának így 70%-át értem meg, ez engem így, mint egy ilyen trigger helyzet, visszarepített engem a gyerekkoromba, ahol a nálam nagyobb tudású, ezt most így idézőjelben mondom, de a, a nagyobb hatalmú ember, akinek több ismerete van a világról, mi általában a szülő, az, az, amit mond, annak úgy kell lennie, és az úgy helyes, az ő meglátásai a jók, nulla engedély gyerekkorban, ugye a mi generációnkban ez teljesen általános volt, hogy ne bírált felül a szüleidet, ne kérdőjelezd meg a szüleidnek a döntéseit, az, ha megkérdezted, hogy valamit miért kell csinálni, akkor az volt a válasz, hogy csak, vagy azért én azt mondtam, vagy azért én vagyok az anyád, apád, és, és ezt mondtam neked. Tehát, hogy a gyerekek nagyon-nagyon sokan a mi generációnkból benne maradtak abba, hogy amit a nagyobb hatalommal bíró, vagy most a hatalom az, és gyom, nyilván semmilyen hatalma nincsen én felettem <laughs> ennek az anyukának, aki egyébként mondom, hogy tényleg egy csúdi pofi, de mégis a szituáció nagyon hasonló volt, hogy egy, egy, ember, aki jobban ismer mindent, és, és annyira mókás volt, hogy ő így mesélget nekem, hogy a francia határon ott mik vannak, mert, mert mi közel lakunk ugye a francia határhoz is, és akkor mesél, hogy ott mi van, meg mi van, és hát mondom, ezeket nem úgy én is tudom, de, mindegy. Lényeg az, hogy, 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 ő volt, hogy úgy fogalmazza aki szimbolikusan, jobban a nyerekben, és a helyzetet jobban kezelte, uralta, mint én. Én nem is tudtam volna úgy hirtelen septiben a fáradtságot venni arra, hogy úgy megfogalmazzam neki, hogy bocsi, mi nem eszünk Croissant, hogy közben ne sértsem mondjuk meg őt, lehet, nem tudtam volna. Biztos, meg lehet fogalmazni, de lehet, hogy én nekem nem sikerült volna, vagy gyors él, nekem nem sikerült volna, hogy ne sértsem meg őt, hogy ő viszont vesz. Mert hogyha mondjuk az emberek olyanok, meg, meg, meg sokan olyanok, hogyha azt mondom, hogy Hát, bocsi, mi ezt nem csináljuk, akkor egyből magára veszi az illető, és azt mondja, hogy úristen, akkor te ezek szerint nekem kulvára elítélsz, de amúgy nincsen erről szó. Minden esetre én az édességevést ítélem el, és nem őket, de amúgy magam is hódoló vagyok az édességevésnek. Félreértés, ne essék! Na, szóval a lényeg az, hogy, hogy én szerintem így visszakerültem egy ilyen, egy ilyen régi izébe, ez, az, ez a regresszió, amikor így egy, egy szintet, kettőt, hármat így visszaugrunk, és én tökre ezt éltem meg, hogy, 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 hogy ő azt mondja, Karen azt mondja, hogy hát szegény gyerekem, szomjas, menjünk, megyünk neki meg vizet, miközben tudom, hogy a gyerekem nem szomjas, és amúgy nem lesz szomjas, és hogyha meg szomjas lesz, ki fogja bírni, míg hazaérünk, és nem akarok venni ásványvizet, akkor, akkor egyszerűen belecsúszom ebbe a gyerek szerepbe, amikor egyszer csak a, az anya mondja a gyereknek, hogy mi van. Amúgy ez nálam sokszor megjelenik ilyen-olyan formában, de most ilyen tök jól lehetett érni. Tehát nagyon gyakran veszem észre magam azon, hogy én így magamat ilyen zöldfülűnek érzem egy csomó helyzetben, holott hiába tudom az eszemmel, hogy egyrészt nem vagyok az, másrészt viszonyrendszer tekintve sem vagyok az, tehát lehet, hogy mondjuk sokkal több a tudásom a bizonyos dolgokban, van a témában, de például számomra az idegen nyelvi környezet tökre előhozza ezeket, a, ezeket az automatizmusokat, amiken mondjuk így, nem tudom, tíz éve dolgozom, hogy, hogy ezeket így le tudjam, tehát a, a kritikai gondolkodás normálisan megfogalmazni mondjuk egy nagyobb hatalommal bíró embernek, hogy ö, esetleg téved, nincsen igaza, és, és én látom jól a dolgokat, vagy mondjuk esetleg felülbírálni valakinek a döntéseit, akármi, akár legyen az a munkahely, bármi, ez, ez, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a kritikai gondolkodás, és én konkrétan ezt a kritikai gondolkodásomat veszítettem el, vagy veszítem el ezekben a helyzetekben, hogy egyszerűen nem tudom felülbírálni a helyzetet, félek a kapcsolatnak a kockáztatásától is, tehát, tehát bennem az is dolgozott mondjuk, hogy hogy, 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 kvázi alávessem magam a másik akaratának. Most ez egy nagyon-nagyon csak egy szendéletes megfogalmazás, mert nyilván és nincs szó se erőszakról, semmiről, ez egy, egy csuda jó pofa csajszi, aki tök jó fej, és amúgy nagyon szívesen töltök vele időt, és szívesen elmegyek vele sütízni, kávézni, meg minden, és sétálok vele, és szívesen, és tök, tök jó fej. És de, de hogy mégis én vettettem magam alá az ő akaratának, mert, mert visszakerültem egy olyan, olyan gyermeki állapotba, ahol, ahol úgy éreztem, hogy az én vágyaim, az én ö, érdekem, az, az nem juttatható a felszíne, mert nem akarom mondjuk a kapcsolatot kockáztatni, tehát azt, hogy mondjuk ö, zokon vegye, hogy én nem akarok velük tartani, holott hát tuti, hogy nem vette volna amúgy zokon, hogy nem akarok menni, már kétszázszor visszautasítottam amúgy, és amúgy tök jó fej. Na mindegy, szóval, hogy ez egy annyira egy ilyen érdekes trip volt nekem, és tényleg az, hogy egy ilyen viszonylag, hát kevésbé fajsúlyos történet, finoman szólva, de mégis annyira durva, hogy, hogy így tetten érem magamat, hogy hányszor, hányszor tudok belecsúszni még ebbe a helyzetbe, és hányszor fogok még belecsúszni ebbe a helyzetbe, és vajon mit tehetek azért, hogy ne csúszszak bele abba a helyzetbe. Persze, oké, okay, ki vagyok valamennyire szolgáltatva annak, a késztetésemnek, hogy, hogy szeretnék szociális kapcsolatokat, mert, mert nyilván számomra is ez egy fontos dolog, hogy más hasonló korúakkal találkozzak, beszélgessek, érintkezzek, tapasztalatot cseréljek, és ez nekem nagyon hasznos, meg nagyon szeretnék beszélgetni a lehető legtöbbet németül, a nyelvi németekkel lehetőség szerint, és igazából minden alkalmat megragadok arra, hogy ez, ez meg tudjon valósulni, és amikor itt találkozom anyukákkal, akkor azért örömmel szoktam velük kirándulgatni. Ha amúgy így a, az otthonunk környékénre invitáltak volna kicsit közelebb a, a sétára, akkor van nem lett volna így igazán um, semmi, semmi gondom vagy ellenvetésem, de így, hogy színni fagytam, komolyan már kék voltam, az így, az így durva volt. Na, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy nektek van-e ilyen helyzet az életetekben, amikor amikor így, hát egyszer csak azt veszitek észre, hogy megint mit csináljatok? És ez az, az az eset, amit meséltem nektek a múltkor az egyik videóban, már nem tudom melyikben, amit Carl Gustav Jung mondott, most kikeressem megint ezt a mondatot, mert szerintem ez egy fantasztikus dolog. Hát, ha megtalálom, várjatok. Jaj, hol van már hát a betyárját már neki? Majdok, rákeresek arra, hogy Jung. Figyelj! Nem, így sincsen, akkor tudattalan. Mhm, uh -huh, itt van. Mindaddig, amíg a tudattalan tudatossá nem válik, a tudatalatti fogja irányítani az életed, és te sorsnak fogod hívni. Ja, én a való világos videóban mondtam. Na, úgyhogy tényleg ez történik, történt velem, csak csak most már azért tudatosabb szinten vagyok, és most már nem hívom uh, sorsnak, vagy úristen, már megint ebben a helyzetben vagyok, a véletlenek, a véletlenek hanem, hanem egyszerűen most már itt tettem, tudom érni legalább. Hát ez már szerintem egy jó lépés afelé, hogy, hogy a megoldásig eljussak, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul az élet. Na, úgyhogy én itt akartam nektek mondani, kösz, hogy itt voltatok velem, sziasztok!